Hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amit látjátok, Castle Clash, és a Hero Crawl szakszerűen videós sorozatunkat folytatjuk, és a mai részben a Champion-t fogjuk megnézni, hogy mire jó, mire érdemes használni, honnan érdemes-e megszerezni, és mennyire jó Hero. Na, srácok, szerintem először is honnan érdemes megszerezni, akkor nézzük azt. Ugye, hogyha nem tudod kipörgetni, vagy nem pörgetted ki, akkor meg tudjuk nézni, hogy Shardból, Legend hősök között nagyon-nagyon olcsó, 1400 darab Shardért meg tudod venni, ami tényleg olcsó, mert egy nagyon-nagyon jó hős, és most gyorsan csinálunk egy olyat, hogy megmondom azokat a hősöket, amiket szerintem érdemes megvenni Shardból, meg amiket nem érdemes megvenni Shardból. Oké, menjünk ki gyorsan végig, hogy Paladint nem érdemes megvenni Shardból, már csak azért sem, mert ugye megkapod. Megkapod? Ja, már nincsen Paladin izei kárda a 30. napon. Na mindegy, Paladin ne vegyél sárból. Meg fogod bánni, komolyan mondom. Champion, vegyél sárból. Nagyon jó, később is jó lesz. Bossra jó lesz később. Amíg nincsen boss, addig meg jó lesz mindenhol. El is mondom majd, hogy hogyan és miképp. Succubus, mindenképpen, hogyha nincsen Succubusod, akkor vegyél. Nagyon jó, tényleg. 35 ezeret üt még egy skillen is bossba, ugye? Meg egy csomó helyen, meg még többet még néhány helyen. De amikor majd a Succubusról fogunk beszélni, akkor elmondom részletesen, hogy miről szól. A druidát ne vegyél, mert ugye megkapod a 14. napon, vagy a 21. napon ninját. Hát, én nem ajánlom. Nekem van ninjám, elég korán is megkaptam a ninját, ami szerintem nekem nem tetszik. Egy ilyen full öngyilkos karakter, nem jön be. Thundergod mindenképpen, ha lehet, akkor az első karakter legyen, amit megveszel sárból. 2200 sár nem sok, kis szinten sem, de iszonyatosan jó karakter fogod használni, ki tudja, lehet, hogy még akár 160 fölött is, vagy akár meddig. Tökös, nagyon jó karakter. Atlantic Core, ne vegyél sárból, majd kiesik valamire, esetleg jó lesz, de amúgy meg eléggé useless karakter. És Grizzly Reaper, hát nem tudom, én nem vennék sárból Grizzly Reaper-t, annyira nem tuti, nem rossz, jó híró, de 7000 sárdot nem adnék érte. Imortepet, hogyha nagyon-nagyon rá vagy izgulva erre az AOE témára, meg HBM-en már nem tudsz máshol boldogulni, mindenképp kell egy AOE karakter, akkor ugye Imortepet vegyél, mert az ugye az, de amúgy meg én nem ajánlom, általában kiszokott esni. Én megvettem sárból, úgyhogy magam ellen beszélek, nem annyira jött be. Én megmondom őszintén, nekem a kezdő teambe, így a HBM, meg még alapja van nekem egy ilyen kezdő teambe, egy ilyen, hogy nevezzem, talán Dream Team csapatom, ő belőle kiesett az Immortep, inkább a téged hagytam benne, mert sokkal használhatóbb, sokkal jobb híró. Na, srácok, akkor ugye beszéljük arról, hogy igen, 1400-ért megér, 1400 sárdot nagyon megér. Én nekem elég hamar lett champion, igen, megvettem a championt 1400-ért. A TG után, pontosan a TG után megvettem, mivel nem voltak, egy nagyon sokáig nem voltak lila híróim, és akkor elkezdtem venni sárdból, vettem TG-t, vettem, talán Succubust is megvettem, megvettem a championt és az immót is megvettem sárból. Na, de akkor térjünk vissza arra, hogy ugye mire használhat az immó, vagy a champion. A kisebb szinten mindenre, komolyan mondom. Sokan ugye például csak bosszozásra használják, mivel megmutatom, hogy míg az kiélje. Akkor már beszéljünk erről. Mutassuk itt, ugye itt talán egyszerűbb. Egyes szinten, egyes skill szinten ő csinál egy olyat, hogy kioszt 100%-ig damage-t, 3 darab ellenfélre, közeli ellenfélre, és kómáztatja őket 3 másodpercig, ami brutálisan jó, ugye 3 másodperc kóma, nem is tudom, hogy van-e legend hős, amelyik tud ilyet, vagy egyáltalán van-e hero, amelyiket tud ilyet, és igazából annyira egyszerű a champion, mint egy szálösszög, 2-es szinten, meg 3-as szinten, meg 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-os, 9-es, 10-es skill szinten is ugyanezt tudja produkálni, csak annyi változás van, hogy nagyobb DMG-tól, amikor ugye ellövi ezt a skilljét, ugyanúgy 3 ellenfélre lövje, ugyanúgy 3 másodpercig kómáztat, tehát csak a sebzése fog növekedni, sem a ellenfelek száma, amit kómáztat, vagy pedig éppen ugye megüt, nem változik, sem pedig a 3 másodperces kóma, vagy stun nem fog változni rajta. Nagyon fontos, hogy nincs neki CD-je, ugye azt mindig érdemes megnézni egy hősnél, hogy a skillen van egy CD, például berakták most nem olyan régen a Death Knight-ot, ami egy jó hősnek tűnik, egy jó hírónak tűnik, különben meg egy rettenetesen nagyon rossz, az miatt,
Hogyha nem lenne CD az kijön, akkor jó lenne, ha mivel van CD az kijön, egy nagyon-nagyon ramagy híró lett, sajnos én nekem ez a véleményem. Na, és ez eldönti ugye, hogy például, hogyha nincsen CD az kijön, akkor folyamatosan tudja lőni a skijét, értitek? Nem, amint betöltődik az energy, akkor tudja lőni, és ez akkor érvényesül leginkább, ugye, van egy PD-tek, akkor ugye tudja ütni azt a három darab enemit, és tudja komáztatni őket. És ugye ez a hero mindenképp érdemes, nem az, hogy kell, jó, meg lehet oldani, mindenféle variáció létezik, de érdemes egy ilyen permasztán csapatba berakni. Na, srácok, akkor ugye megbeszéltük, hogy mik a skijei, tényleg rettenetesen egyszerű hero, nagyon szuper hero. És nézzük meg akkor már, hogy egyébként HP-ja az nem olyan túl sok van, úgyhogy nem arról híres, nem egy tank karakter, de amúgy nagyon jó. Nézzük meg ugye, hogy milyen talenteket ajánlanak rá. Itt, hát ugye Berserket ajánlanak rá, mert nincs egy széli a skijén, tehát hogyha többet őt, hamarabb előj a skijét, ezt gondolom, ez egy egyértelmű. Hát ezeket meg ezek az általános talenteket ajánlják, Heavy Blow-ot is, Blavot is ajánlanak rá, mivel ugye ott megint növekedik a stunnak az esélye, és az megint így egy kicsit így még emeli ezt a stunolós képességet. Hát meg ugye a többi az mind a tipikus általános revive, meg bulwark, hát ezek ugye kellenek rá, hogyha nincsen más, akkor ezeket érdemes rárakni. Na, akkor térjünk vissza ide, mennyi nagyon sok üzenet érkezik közbe. Próbáljuk ki, szerintem srácok, nekem van egy darab championom, nem egy darab championom, megmutatom, mennyi champion esik. Megvettem sádból, és akkor utána nézzétek, várjátok. Ezt most nem azért, hogy mekkora jampi vagyok, mert nem valami nagy szám. Nézzétek, itt van még egy csomó champi. Na nézzük, akkor kirakok én az egyik helyre egy darabot. Hol vagy? Jó, volt egy szállás, valahol kell lennie. Itt van. És ő igazából nem nagyon van felhúzva. Nem is tudom, megnézzük. 3x9 skillje van ő neki szegénynek, meg elég el van hanyagolva. Őt addig használtam, amíg nem lettek jobb híróim, de tényleg egy nagyon szuper híró. Én azt nagyon élveztem, hogy nem csak például bossra tudtam használni, hogy stunolja a bosst, hanem HBM-en nagyon hasznos volt, hogy amikor ugye például jött a sárkány, meg jöttek a hírók, akkor ugye folyamatosan stunolta őket, az nagyon-nagyon baba. Meg ugye amikor nem a HBM, hanem ez a challenge, amikor hírók jönnek, akkor is nagyon hasznos, mivel azokat is stunolja agyba főbe. Ez a képesség, hogy 3 másodpercre stunol, egy 3 darab enemit, az marha jó, tényleg, és ez 3 másodperc alatt gyakorlatilag eldől egy csata, nem? Gyerekek, hogyha például arénában 3 másodpercre lesztanolja a fél bandát, 3 másodperc alatt megnyeritek az egészet. Nagyon szuper. Itt írják is, hogy ők mire ajánlják. Boss fightra és HBM-re is ajánlott, ugye, meg arénába is. Hát igazából ezekre. Annyira például raidre nem ajánlott, de én nekem nem nagyon szoktam szeretni, amikor kisebb szinten voltam, és raidelni mentem, és ott volt a champion, és 3 másodpercre a fél bagás be stunolta, és akkor a többi híró megütött, meg ő is ugye vele egyetembe. Na, srácok, akkor próbáljuk ki, nyomok egy olyat, hogy mondjuk dungeon, oké? És akkor egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kisebb dungeonbe be kéne raknom, nem tudom, mekkora legyen az a kisebb dungeon, megmondom őszintén. Mivel egy 100-as champion, hát ezen a részen már régen voltam, nem tudom mennyit bír. De hát ez szerintem pont ideális lesz neki. És akkor így meg tudjuk nézni a skillnek a működését, ezután azt fogom csinálni, hogy mindig megpróbálom megmutatni a skilleknek a működését. Na gyerekek, ide lerakom. És akkor nézzük meg, hogy mi történik, hogyha feltöltődik ő neki a lilája. Figyeljétek! Gyakorlatilag 3 darab ilyen kalapácsot eldob, vagy egy kalapácsot meg egy baltát, és a közeli ellenfelekre, akár az lehet torony, akár az lehet bármi, és ugye stunolná őket, hopp, ott a tornyot besztanolta, látjátok, 1-2-3 másodpercre, és ugye megint, hopp, és megint egy tornyot, és akkor így szétdobja ezeket a kalapácsokat, és akkor gyakorlatilag mondhatni már, hogy egy ilyen területi sebzést csinál, igaz, hogy csak 3 enemire, azért elég kellemes tud lenni ez is. Hát ez most lehet, hogy meg fog halni, nem mondom, hogy nem.
Na, most hol fogja dobni, kíváncsi vagyok. Aha, oda, kettőt kidobott. Igazából akkor távolra nem tudja elhajítani ezeket, hanem mindig közel ilyen nem félre tudja eldobni. De hát ez is nagyon hasznos, és elég nagyon is sebez. Remélem, hogy jól látható, hogy mi történik. Hopp, és akkor szétdobta ezeket a kalapácsokat. És akkor itt fogunk tényleg bevégezni. Ó, oh, nem biztos. Nyomok rá egy ilyen Diamond Shield-et, aztán akkor valamit szegény tud túlélni. Sajnos a gyógyítás nekem nincs beragva. Hopp, és igen, és besztanolt el tornyot is. Ugye? Ugye ezt is persze természetes, aztán működik rajta. Most nagyon csapnak minket, nem? De, igen. Hopp, revive volt valahogy. El is felejtettem, hogy revive van rajta. Na jó, van igazából. Szerintem kibesíztük a champion-t. Hogyha bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek fel itt a videó alatt, és megpróbálok rá válaszolni. Remélem nem hagytam ki semmit. Tényleg jó hős, ajánlott híró, szerintem 1400-at megér. Főleg ugye most boss fightot nem tudom bemutatni, de azért nagyon kellemes tud lenni, amikor folyamatosan, főleg ha van egy PD-tek, folyamatosan 3 szekes stunt dobálja rá. Na, akkor köszönöm még egyszer a figyelmet, sziasztok!